321 esztendeje Tolnavár megye pecsét használati jogot kapott első Lipót királytól. Ennek emlékére a megye címer körvonalai tükröző pecsét adományozására 1699. szeptember 1-én került sor. Ez a dátum adja minden esztendőben a megyenapi díjátadó ünnepség apropóját. Megnyitó beszédében Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke arról szólt, a türelem és az összefogás mindig meghozza a gyümölcsét. Azt mondta, az a munka, melyet a díjazottak évtizedeken át letettek az asztalra, komoly megyei értéket képvisel. Ugye megfogalmaztuk, hogy Tolna 109. Ugye ez azt jelenti, hogy Tolna megyében 109 település van, és mi nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ez a 109 település egy irányba haladna, jó irányba haladna, fejlődne, és lehetőségekhez juthatnak az ott élő emberek, a Tolna megyeiek. Én azt gondolom, hogy a mai világ úgyis abban az irányba fejlődik, hogy a pénz, az anyagi javak, a különböző materiális értékek viszik a prímet, mi meg azt próbáljuk hangoztatni, meg azt próbáljuk érvényesíteni, hogy a megyében az összetartozás, a barátság, az emberség, a közösségfejlesztés is egy hatalmas érték lehet. És sokszor ezek az értékek tartalmasabbak, erősebbek és kitartóbbak, mint a pénz. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megyei országgyűlési képviselő arról szólt, az elmúlt esztendőkben a fejlődés jellemezte Tolna megyét, és a remények szerint ez a lendület nem hagy alább a következő években sem. Tolna megye és annak valamennyi települése azt reméli, hogy azon az úton haladhatnak tovább, ami a fejlődésüket, megerősödésüket jelenti. Szerencsés egybeesés, hogy ehhez az úthoz nem csak reményeket, hanem szorgalmas, kitartó munkát is fűznek a polgármesterek. Ennek is köszönhető, hogy a 109 település között ma már nincs olyan község, város, ahol nem mondhatnánk el azt, hogy jó úton jár céljai megvalósítása érdekében. A kormány és a megye összefogásához, az itt élő közösségeket támogató együtt gondolkodásához kivétel nélkül szinte valamennyien csatlakoztak. Ennek szemmel látható jelei is vannak a már megvalósult és a folyamatban lévő beruházásokat, közösségépítő kezdeményezéseket, gazdaságfejlesztő programokat tekintve. A legrangosabb kitüntetést a Tolna megyéért díjat ebben az esztendőben Süli János, a paksi bővítésért felelős miniszter kapta, aki a díjazottak nevében szólt az egybegyűltekhez. Arról beszélt, Tolna megye kiváló adottságokkal rendelkezik, és az összefogás meghozza a felemelkedést. Kiemelte, a most díjat kapottak szívós munkával teremtettek értékeket. Nagyon fontos, hogy nem csak otthonerőt kell építeni, hanem jövőt kell adni a fiataloknak, és akkor a tehetségek azok itthon tudnak maradni, és még gazdagabb lesz Tolna megyébe a lehetőség, hisz most is jó feltételek vannak, de ezt még jobbá lehet tenni, és jobbá is kell tenni. Hogy itt a köszönő beszédemben elmondtam, hogy a régió az jóval jobb adottságokkal rendelkezik, mint adott esetben más régió, hisz Gemenc, Duna, Sió, Szekszárdi Dombvidék, a szőlő, a borászat, tehát ez mind olyan kincs, az atomerőműről nem is beszélve, ami egy országos rangot ad, és ezzel jó kell sáfárkodni, és a jó sáfárkodáshoz pedig jó koponyák kellene, akik ezt mind fiatalok, mind idősek szívós munkával meg is tudják teremteni. Itt ma mindenki tüntetettel elhangzott, hogy nem egy bonyolult dolgot műveltek, elkezdték a munkájukat, és azt következetesen végezték. Nem azért, hogy új státuszokat nyerjenek, nem azért, hogy díjakat kapjanak, hanem önmaguk megelégedésére, családjuk boldogulására. Az idén várossá nyilvánításának 50. évfordulóját ünneplő Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd azt mondta, az, hogy a város rendezhette a megyenapot, megkoronázása a jubileumi ünnepségnek. Mindenféleképpen örömteli és megkoronázza Dombvárnak 50 éves születésnapját, hogy a megyenap is itt került megrendezésre. Április 1-én sajnos az ismert helyzet miatt nem tudtuk megtartani a városi ünnepségünket, erre szeptember 4-én fog sor kerülni. A mai nap folyamán is olyan emberekkel lehettünk együtt, akikre büszke lehet Tolna megye, büszke lehet Dombvár, hiszen ezek az emberek az elmúlt néhány évtizedben letették az asztalra, és megmutatták azt, hogy Tolna megyében érdemes élni, érdemes itt tölteni minden napokat, és alkotó tevékenységgel is el lehet ezt tölteni. Az idei megyenapon 11-en vehettek át díjat munkájuk elismeréseként.